A 75. Velencei Filmfesztivál egyik fénypontja volt, amikor hétfő este bevonult a Vörös Szőnyegen Julien Schnabel legújabb filmjének stábja, bár a rendező szokásához híven pizsamában jelent meg. A legnagyobb figyelem mégsem rá, hanem a film főszereplőjére, Willem Dafoe-ra irányult, aki sokak szerint tökéletes alakítást nyújt Vincent van Gogh szerepében. I'll show what I see to my human brothers who can't see it. A film rendezője maga is festőművész, ezért ő tanította a főszereplőt, hogyan kell megfogni az ecsetet. A film középpontjában ugyanis Van Gogh művészete áll. Vincent van Gogh sokat írt erről, ezért a legtöbb dolog közvetlenül a leveleiből kiderül, és azt mondanám, nagyon is tudatos művész volt, mondta a rendező. To be in a fever state. It's called the act of painting for a reason. All right, calm down. Az Eternity's Gate, vagyis magyarul az örökké valóság kapujában című film nem hatásvadász. Nem mutatja például azt sem, hogyan vágja le a festő a fülét, viszont alaposan ábrázolja Van Gogh belső küzdelmeit, szorongó természetét. Az alkotás egyike annak a 21 filmnek, amely az Arany Oroszlánért versenyez Velencében.